Munkahelyeket teremtenek. Csengerben és Kemecsén 500 személy elhelyezésére szolgáló börtön épül 2019-ig. Aktívan a tudásért. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből közel 1400-an vettek részt kulcskompetenciákat fejlesztő képzéseken, hogy közelebb kerülhessenek a munkavilágához. Egységes csomagolás tavasztól. A kormány intézkedésének célja, hogy csökkentse a dohányzás népszerűségét és a fiatal dohányosok számát. Csengerben és Kemecsén 500 személy elhelyezésére szolgáló börtön épül 2019-ig. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága pályázatán 40 település indult. Az 5 nyertes között volt a 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város is. Az építési munkálatok 2017-ben kezdődnek el. A pályázatok értékelésekor figyelembe vették a terület fekvését, méretét, beépíthetőségét, területi besorolását és közművekkel ellátottságát. Emellett speciális feltételek is szerepet játszottak a pályázatok elbírálásában, például a lakott területtől való távolság, a terület gyors megközelítését lehetővé tevő autópálya vagy főút közeli fekvése. Év elején olvastuk el ezt a pályázati kérést, és akkor úgy gondolt a Csengerváros képviselő testülete, hogy bepályáznánk, méghozzá 4 hektár szabad földterületet ajánlunk fel az ipari park félébe, ez Csengernek a külterületén található, pontosan azért, mert 250 új munkahely teremtéssel számolunk ezen büntetés végrehajtási intézmény megépítésével. Ez azt jelenti, hogy a 250 foglalkoztatásból 30%-ának diplomásnak kell lenni, ők lesznek a nevelőtisztek, és a többi dolgozó pedig úgy áll össze, hogy lesz benne karbantartó, lesznek benne hivatalnokok, lesznek benne könyvelők, valamint egészségügyi irodát kell beletenni, gépkocsi vezetői hálózatot, tehát azért ez egy több szegmensből összeálló munkahelyteremtés lesz, és ami a legfontosabb, hogy állami fizetés, belügyminisztériumi munkahelyről van szó. Kemecsén szintén az ipari park 20 hektáros területéből ajánlottak fel 4 hektárnyit a várhatóan szintén 500 fő ellátottal működő intézmény létrehozására. Most a sajtó nyilvánosságban megjelent egy 500-as ellátotti létszám. Annak idején, amikor a pályázat kiírása történt, akkor egy 650 fős ellátotti létszám volt. Hát ezek még most körvonalazódik, gondolom, amikor majd itt ugyebár az előkészítés szakaszában mélyen bele fogunk majd lendülni, akkor fognak ezek a számok körvonalazódni. Természetesen ez megfelelő kiszolgáló személyzet, tehát azt jelenti, hogy munkahelyeket is teremt maga ez az intézmény, ez a létesítmény. Annak a létszáma egy olyan 200-250 főre tehető a most látszódó vélemények alapján, illetve hát tudjuk azt, hogy a megyében is működnek hasonló nagyságrendű börtönök, illetve az országban is működnek, és ez alapján, a számok alapján, hiszen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés előtt éppen a börtönökkel kapcsolatban volt az elmúlt közgyűlés alkalmával beszámoló, ebben a beszámolóban megfogalmazott tartalmi elemek, azok valószínűsíthetően itt a helyi börtön kapcsán is vissza fognak köszönni. A polgármester hozzátette, Kemecsén a pályázat benyújtását többszöri társadalmi és szakmai egyeztetés előzte meg. Igen, volt erről már korábban is egyeztetés, nagyon örülünk a lehetőségnek. Én úgy gondolom, hogy csökkenni fog ezáltal a munkanélküliségnek a nagy száma, és remélhetőleg a fiatalok elhelyezkedése is javulni fog. Korábbi sajtóinformációk szerint tavasszal 140%-os volt a börtönök kihasználtsága, márciusban pedig Strasbourg kötelezte Magyarországot arra, hogy enyhítsen a fogvatartási körülményeken. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből közel 1400-an vettek részt kulcskompetenciákat fejlesztő képzéseken, hangzott el az Aktívan a Tudásért című projekt tájékoztatóján. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy a munkaerőpiacról a tudáshiány miatt kiszoruló társadalmi csoportokat segítse. A program területi koordinátora szerint a legalapvetőbb kompetenciák többek között az írás, olvasás, valamint matematikai ismeretek fejlesztésével a résztvevők közelebb kerülhetnek a munkavilágához.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyik háttérintézménye, a Tűr István Képző és Kutatóintézet számos olyan programot indított az elmúlt években, melyek célja a hátrányos helyzetű térségek és a leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása. Ezek egyike 2013 évelején indult aktívan a Tudásért címmel. A projekt Európai Uniós támogatással valósult meg, országosan mintegy 3,7 milliárd forintból. Ennek keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 2600 főt értek el, közülük mintegy 1400-an vettek részt kulcskompetenciákat fejlesztő képzéseken. Főként azokat a felnőtteket kerestük meg és céloztuk meg, akik több éve vagy akár évtizede nem ültek iskolapadban, és azokat az alapvető írás, olvasási, számolási készségeket tudtuk visszafejleszteni, feleleveníteni, ami hozzásegíti a felnőtteket mind a hétköznapi élet megoldásaihoz, akár csekkitöltéshez vagy egy levélfeladáshoz, mind pedig segítséget nyújt az egyénnek ahhoz, hogy tovább lépve a kompetenciafejlesztő képzésbe, akár intézményünk segítségével szakmai képzésekbe kapcsolódjon, és a szakmai képzéseket követően pedig az elsődleges munkaerőpiacra tudjon belépni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 40 helyszínen 71 csoport tanulhatott, a résztvevők 300 plusz 100 órás képzéseken vettek részt. 300 órát követte általában egy 100 órás mezőgazdasági háztartási ismeretek, illetve egy építészeti ismeretek modul. A kulcskompetenciák fejlesztése, képzések azért jók, mert az emberek nagyon régóta munkanélküliek, esetleg kiestek a munkaerőpiacról, és fel kell fejleszteni őket, ezeket az ismereteket újra fel kell eleveníteni, amik már megkoptak az idők során. A programban résztvevők megélhetési támogatásban is részesültek, az összeg a képzés intenzitásától, valamint az adott hónap képzésen töltött napjaitól is függött, de átlagosan havonta 39 ezer forintot kapott egy-egy résztvevő, ez a megállapított támogatás 80%-a volt, a fennmaradó 20% utalása csak a képzések utáni, sikeres vizsga után történik egy összegben. Jövő májustól egységes csomagolásban árulják majd a cigarettát Magyarországon. A kormány intézkedésének célja, hogy csökkentse a dohányzás népszerűségét és a fiatal dohányosok számát. Jelenleg egyedül Ausztráliában működik hasonló módon a dohányárú forgalmazása, ott azonban a változások után a szándékkal ellentétben nőtt a dohányzók száma. Az Európai Unió már több éve foglalkozik a dohánytermékek csomagolásával kapcsolatos irányelvekkel. Ennek eredményeként 2016 májusától a gyártótól függetlenül Magyarországon is egységes csomagolást kapnak a különböző cigaretták. Az intézkedés után más változásokra is számíthatnak majd a fogyasztók. Egyrészt egy sor olyan adalékanyagot megtiltanak a jövőben használni, amit bevett szokás és használt a dohány termékek előállításánál, sok esetben nélkülözhetetlen is. A második jelentős változás, hogy bevezetik a mind a két csomagolási oldalon, csomagolási felületen legalább a 65%-os kombinált képes egészségügyi figyelmeztetést, ami jelenlegitől lényegesen nagyobb. Ezzel együtt a magyar kormány néhány országgal együtt ezt felül vállalja, és tervezik bevezetni Magyarországon úgynevezett egységes dohány termékre vonatkozó csomagolást, ami azt jelenti, hogy igazából a márkák között nem lehet különbséget tenni. Jelenleg egyedül Ausztráliában vezették be az egységes csomagolást, az ottani tapasztalatok azonban azt mutatják, a változás nem segített. A dohányzók száma 2,5%-ról 3,4%-ra nőtt, valamint a fekete piac is fellendült, így az a teljes dohánypiac 14,3%-át fedi Ausztráliában. Bittner Imre hozzátette, a magyar kormány intézkedéseinek hatására itthon 5%-kal növekedett a nem dohányzók fiatalok aránya az elmúlt években, az új változás viszont nem szolgálja ezt a célt. Negatív hatással van egyrészt az államra, hiszen az állami adóbevételek csökkenni fognak azáltal, hogy egységes megjelenésű termékek lesznek a piacon, ez minden esetben azt jelenti, hogy nagyon könnyű ezt a fekete termékeket forgalomba hozni, és hát nyilván a fogyasztók ebbe az irányba fognak elmozdulni, tehát egyrészt
kevesebb lesz a dobbevétel, másrészt ellenőrzetlen minőségű, olcsó cigaretták fogják elárasztani a piacot, és azt gondoljuk, ennek az egészségügyi kockázata sokkal magasabb. Nyilván negatívan fog érinteni a kiskereskedőket, vagy a közismertően olyan trafikosokat, hisz amikor minden termék azonos módon néz ki, akkor nyilván a fogyasztó a legolcsóbb terméket fogja választani. Az új doboz a tervek szerint így néz majd ki, a márkasemleges csomagolásokra 2016. május 20-a utántól számíthatunk. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Nyírcsaholy polgármestere Mihálko Attila. Korábban alpolgármesterként tevékenykedett, majd 2014. októberétől polgármesterként vezette a községet. Hosszabb kórházi kezelésre és egy komoly műtétre várt, azonban szombaton infarktust kapott, ez okozta a polgármester halálát. Mihálko Attila 51 éves volt, temetése szerdán 13 órakor lesz a nyírcsaholyi temetőben. Várhatóan megőrizheti pozícióját Beregszász magyar polgármestere Babják Zoltán az ukrajnai helyhatósági választások után, mivel előzetes adatok alapján 75%-os eredményt ért el, közölte az MTI. A vasárnapi választáson összesen 130 párt indult, hétfő reggelig a hivatalos adat csupán az alacsony részvételi arányról érkezett. A magyar szempontból fontos beregszászi járásban azonban viszonylag magas volt a részvétel, Ungváron közel 47, Munkácson 45, Csapon pedig közel 44%-os volt a választói aktivitás. A két meghatározó kárpátaljai magyar szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség a mostani helyhatósági választásokon fogott össze először, hogy közös jelölt listát állítson a Kárpátalja megyei tanácsba és más önkormányzatokba, olvasható a távirati iroda közleményében. Ungváron az előzetes eredmények szerint erre a közös listára a városlakók 7%-a szavazott. A legfrissebb adatok alapján a magyar pártok 8,6%-ot értek el a Kárpátalja megyei tanácsban. A bűnügyi statisztika szerint a bűncselekményeket elősegítő okok között első helyen szerepel az óvatosság hiánya, ezt követi a szükséges vagyonvédelem elmulasztása. A rendőrök egy országos program keretén belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében három helyszínen, Mátészalkán, Nyírbátorban és Nyíregyházán tájékoztatják az érdeklődőket arról, hogy egy kis odafigyeléssel vagy akár pár ezer forintos berendezésekkel, riasztókkal, mozgásérzékelő lámpákkal elkerülhetőek a bűncselekmények. A megelőző vagyonvédelmi program a Beszédes Házhoz megyünk címet kapta. Ha szükséges és igény van rá, akkor a lakosság részéről felmerülő kéréseknek megfelelően kimegyünk lakásokhoz, a biztosítási szakemberrel, vagyonvédelmi szakemberrel, és akkor felmérjük a lakás biztonságát, illetve azt a környezetet, amelyikben az adott lakó lakik, és tanácsokkal látjuk el már adott helyszínhez kötve. Két felnőtt és két gyerek sérült meg abban a balesetben, amely vasárnap délután történt Vajabel területén. Egy személygépkocsi egy ház falának ütközött, a benne utazó négy személyt a mentők könnyű sérülésekkel szállították kórházba. 30 szenvedélybetegnek indít rehabilitációs tréninget az Oltalom Szeretett Szolgálat. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Elvesztette hazai veretlenségét a Malsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság 5. fordulójában a Szombathely csapatát fogadta, és a vendégek 90-82-es győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. Közel 40 millió forintból újult meg a nyíregyházi Vescsik Vilmos élelmiszeripari szakképzőiskola tornacsarnoka. A 25 éves létesítmény tetőzetét és parkettáját kicserélték, felszereltek 6 új kosárlabdapalánkot és felújították az öltözőket. Harminc szenvedélybetegnek indít rehabilitációs tréninget az Oltalom Szeretett Szolgálat. Nyíregyházán a Rákóczi úti telephelyen a szenvedélybetegek nappali ellátó részlege szervezi azt a fél évig tartó csoportos foglalkozás sorozatot, amelynek végére érve megvalósulhat a program mottója: szermentesen, szeszmentesen.
Kortól és nemtől független a szenvedélybetegség, és továbbra is az alkohol, valamint a dohányzás a nikotin a leggyakoribb függőség okozó, mondják a szakemberek. Az Oltalom Szeretett Szolgálat szenvedélybetegek nappali ellátó részlegén 50 érintettel foglalkoznak, közülük 30-an vesznek majd részt a rehabilitációs tréningen. A foglalkozás az két részből áll, az egyik egy addiktológus főorvos fog előadásokat tartani, a másik pedig egy kreatív foglalkozás, aminek az lesz a haszna, reméljük, hogy eltereljük a figyelmüket a szenvedélybetegségükről. Ezeket a kézimunkákat szenvedélybetegek készítették, az Oltalom Szeretett Szolgálat részlegén a figyelemlekötő és így a rehabilitációs tréningeket is sok érintett várja. Fontosnak tartom ezt a programot, nagyon örülök neki, és van esélye, ha már nem is nekem 51 évesen, de a többi embereknek, akár fiataloknak, mert nagy szükség van a fiataloknak a segítségére, hogy ezek visszaépüljenek a társadalomba, és innen lehet látni, hogy a hajléktalan ellátásban igenis a szakemberek azon gondolkoznak, hogy hogyan is lehet rajtuk segíteni. A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet támogatásával megvalósuló program fél évig tart majd az Oltalom Szeretett Szolgálatnál. Elvesztette hazai veretlenségét a Marsónyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság 5. fordulójában a Szombathely csapatát fogadta, és a vendégek 90-82-es győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. A nyíregyháziak legközelebb Szegeden lépnek pályára. Jól kezdte a mérkőzést a hazai csapat, az első félidőben 18 pontig jutó Miller kosarainak köszönhetően 22-19-re nyerte a nyitónegyedet a Nyíregyháza. A második 10 percben is ragaszkodtak egymáshoz a csapatok, de szinte végig vezetett a házigazda, amely meg is őrizte triplányi előnyét a szünetig. Fordulás után megváltozott a játék képe, a vendégek támadásai egyre pontosabbak lettek, míg hazai oldalon akadozni kezdett a gépezet. A vasiaknál Váradi elkezdte szórni a 3 pontosokat, amire csak szórványosan érkeztek válaszok, így a zárónegyednek már 9 pontos vezetéssel vághatott neki a Falkó. Az utolsó 10 perc elején 4 pontra felzárkózott a Nyíregyháza, de aztán ismét ellépett a Szombathely, amely végül 8 pontos győzelemmel vette a Sitko Ernő együttesének hazai veretlenségét. Az első félidőben szépen fegyelmezetten játszottunk, és kidolgozott helyzetekből tudtunk kosárra dobni, ezekből természetes, hogy jobb százalékkal találunk be. A második félidőben nem tudom, hogy miért, újra egy blokk jött a csapatnál, elfelejtettük a felállítvédelem elleni játékainkat, nem voltunk fegyelmezettek, mindenki erőlködött, próbálkozott, és természetes, hogy ebből nem fognak sikerülni úgy a dobások. Nagyon ritkán sikerülhetnek ezek az extra vállalások, amiket mi fölvállaltunk a 34-ben, és ez eredményezhette azt, hogy nem voltunk sajnos partiban ebben az időszakban. A vendégek edzője szerint csapata a 3. negyedben mutatott extra dobó formájának köszönheti a győzelmet. Az első fél évben beragadtunk az öltözőből, Nyíregyháza nagyon ritmusban kezdte a találkozót, könnyű zicsereket dobott, hármasokat nem faltoltunk, tudtuk azt, hogy melyik játékosuk merre törben, mit csinál, miben erős, de teljes káosz volt a pályán, azt gondolom, korán időt kellett kérnem, de már első fél évben futottunk az eredmény után, főzárkoztunk 39-39-re, de ott is gyerekes hibákat vétettünk, amit lépéshiba, támadófalt, buta védekezések, és azt gondolom, hogy a Nyíregyháza teljesen jogosan uralta a mérkőzés az első félidőben. A harmadik negyedben viszont fordult a kocka, és úgy jöttünk ki az öltözőből, hogy az elején is kezdenünk kellett volna. Jó ritmust fogtunk, kihasználtuk a Nyíregyháza a sebezhető pontjait, mentek a kiosztások, ment a labda, és mi is végre extrán dobtunk, mert 20%-a dobtuk első félidőben a 3 pontos, a másodikban már sokkal-sokkal jobban, és csapatként jól funkcionáltunk, és lényegében a harmadik negyed megalapozta azt, hogy lényegében a negyedik negyedben már csak a különbség mértéke volt, vagy a különbség nagysága volt kérdéses. A forduló további eredményei: atomerőmű esze Szeged 69-63, Körment Sopron hosszabbítás után 108-102, Szolnok Zalaegerszeg 72-83, Albafehérvár Kaposvár 94-74, Pécs Mavc 88-62 és Kecskemét Jászberény 83-73. A tabella élén a Körment áll 100%-os teljesítménnyel megelőzve az egy meccsel többet játszó, szintén 5 győzelmet számláló Szombathelyt. A Marsó Nyíregyháza 2 győzelemmel és 3 vereséggel a 9. helyen várja vasárnapi szegedi vendégjátékát.
Közel 40 millió forintból újult meg a nyíregyházi Vescsik Vilmos élelmiszeripari szakképző iskola tornacsarnoka. A 25 éves létesítmény tetőzetét és parkettáját kicserélték, felszereltek 6 új kosárlabda palánkot és felújították az öltözőket. A termet az intézmény több mint 500 diákja mellett az utánpótlás korú és felnőtt kosarasok is használják majd. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által biztosított TAO támogatási lehetőségnek köszönhetően újította fel a Vessék tornacsarnokát a Nyíregyházi Kosárlabda Klub Kft. A 39,3 millió forintos beruházásnak köszönhetően teljesen új belsőt kapott a negyedszázada épült létesítmény. Új küzdőteret kapott keményfa parkettával, rugalmas keményfa parkettával, ki lett festve az egész tornaterem. 6 darab új plexipalánkot, amelyikből 2 versenypalánk, és a tetőt is kompletten el kellett bontani, szigetelni, fóliázni, újra rakni, és ezen kívül teljesen a komfort, a 4 öltözőt is teljesen felújítottuk. Gyakorlatilag a falig le volt verve minden, új burkolatokat, új szanitereket, új öltözőpadokat kaptak az öltözők is. Az intézményt fenntartó Földművelésügyi Minisztérium is hozzájárult a felújítás költségeihez. Nyíregyházán egy olyan projekt részesei lehetünk, ahol összefogott a kosárlabda sport, összefogott a város és az intézmény működtető minisztérium. Ez az összefogáshoz 10 millió forinttal járult hozzá a Földművelésügyi Minisztérium. Ugye nyilvánvalóan ez a beruházás nem csak a kosárlabda sportot fogja segíteni, hanem azok a fiatalok, akik a Vessékbe jelentkeznek, nagyon korszerű körülmények között töltetik a mindennapos testnevelést. A megújult csarnokot az intézmény több mint 500 diákja mellett a nyíregyházi utánpótlás csapatai is használják majd, valamint a Marsó Nyíregyháza edzésének is otthont ad a Vessék terme. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Csengerben és Kemecsén 500 személy elhelyezésére szolgáló börtön épül 2019-ig. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága pályázatán 40 település indult, az 5 nyertes között volt a 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város is. Az építési munkálatok 2017-ben kezdődnek el. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből közel 1400-an vettek részt kulcskompetenciákat fejlesztő képzéseken, hangzott el az Aktívan a Tudásért című projekt tájékoztatóján. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy a munkaerőpiacról a tudáshiány miatt kiszoruló társadalmi csoportokat segítse. Jövő májustól egységes csomagolásban árulják majd a cigarettát Magyarországon. A kormány intézkedésének célja, hogy csökkentse a dohányzás népszerűségét és a fiatal dohányosok számát. Jelenleg egyedül Ausztráliában működik hasonló módon a dohányáru forgalmazás, ott azonban a változások után a szándékkal ellentétben nőtt a dohányzók száma. A Kölcsei Televízió iradóját látták hétfőn. A legfrissebbekkel holnap este jelentkezünk, híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, töltsék kellemesen az estejüket, viszontlátásra! Holnap is többnyire felhős időre számíthatunk, bár front még nem ér el bennünket, továbbra is sok lesz a felhő felettünk, éjjel is erősen felhős lesz az ég, párássá válik a levegő, csapadék azonban nem várható, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap többnyire erősen felhős lesz az ég, legfeljebb rövid időszakokra bukkanhat elő a nap, számottevő csapadék nem valószínű, az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyenge melegfronti hatás érzékelhető térségünkben. A hét további részében is erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak rövid napos időszakok lehetnek. Gyenge esők ismétlődő jelleggel lehetnek, vasárnap nagyobb mennyiség is hullhat, az átlagosnál hidegebb, késő őszies időjárásra van kilátás, a hét legvégén, jövő hét elején napközben is 10 fok alatt marad a hőmérséklet.